kisfiam rendszeresen, amikor megkérdezik, hogy mi szeretne majd lenni, akkor azt mondja, hogy vízilabdázó vagy kosaras. A kislányom, hát amikor megkérdeztem a múltkor, mi szeretne lenni, ő kozmetikus szeretne lenni. Egészen kicsi gyerekkoromban azt mondtam, hogy kukás, mert nagyon tetszett az, hogy lobognak rajta az emberek, és menet közben leföl tudnak ugrálni. Édesapám meg tanácsokkal látott el. Meg igazából az ő álmát is szerencsémre, meg az ő szerencsére is valóra tudtam váltani, mert ő mindig is vízilabdázó szeretett volna lenni. Igazából már 17 évesen kaptam fizetést, de azt nem költöttem el, mert a családtól kaptam egy autót, és én nem akartam ajándékba autót, én azt vissza akartam törleszteni nekik. 20 évesen, emlékszem, augusztus vége volt, amikor én elköltöztem otthonról, szeptemberben kezdődött a felkészülés és a bajnokság, és ott voltam, hogy számlákat kell befizetni, be kell vásárolni, többször volt el, hogy nyitottam a hűtőt és üres volt. Tehát akkor ilyenkor szembe kerül az ember, hogy milyen gondoskodást kapott a szüleitől. Amit én megkaptam, én szeretném ugyanazt megadni, vagy még többet a gyermekeimnek, ezért már most feleségemmel folyamatosan foglalkozunk ezekkel a témákkal. Egy fiatalon, 25 évesen apuka lettem, így el kellett kezdenem gondolkodni, vagy hát hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy most már az ő jövőjük is számít nekem, és hogy tudnék félretenni. Szeretném, hogyha a külföldön is kipróbálnák magukat, és vagy az egyetemen, vagy főiskolán kint tudnának tanulni. De megtudtam, hogy milyen összegekbe kerülnek ezek az iskolák, és további ötleteket generált, hogy tudnék még jobban félretenni az ő tanulásukra például. A megtakarítás az ugyanilyen. Én beavatom őket, hogy igen, már gondolkodunk azért, hogy ti tudjatok később jó helyre iskolába menni, tudjatok esetleg lakást venni majd, hogyha oda kerültek az életben. Amerikai barátainkkal beszélgettünk, hogy Amerikában ez abszolút már régóta így működik, hogy ahogy megszületik egy gyerek, onnantól kezdve van külön egy számlaszám, ahova teszik félre folyamatosan a pénzt arra, csak a gyerekek iskolázhatására. Nekem is van megtakarításom, és kvázi nem foglalkozom vele, csak akkor, amikor oda kerülnek a gyerekek, hogy 18 évesek lesznek, és 18 évesen ők meg fogják kapni. Ez a jó a családban, hogy mindig számíthat az ember rájuk.